Nőhet a fogyasztói bizalom és a tisztességes vállalkozások jó híre a fogyasztóvédelmi törvény módosításával. Kara Ákos fogyasztóvédelemért is felelős államtitkár elmondta, az ország valamennyi megyében működő békéltető testületet felkeresik, egyrészt azért, hogy felhívják a testületek fontos munkájára a figyelmet, másrészt pedig azért, mert a parlament két héten belül szavaz a fogyasztóvédelmi törvény módosításáról. Ezekben a napokban tárgyalja a parlament azt a jogszabály módosítást, ami a vásárlókat hozza előnyösebb helyzetbe, tehát azok a kereskedők, akik korábban eladtak egy rossz terméket, nem megfelelő terméket, eddig nem voltak kötelezhetőek arra, hogy a békéltető testület előtt megjelenjenek, vagy legalábbis érdemben valós megoldást keressenek a problémáikra, a vásárlók problémáikra. A mostani jogszabálymódosítással a vásárlók előnyösebb helyzetbe kerülnek. Ha a kereskedő nem működik együtt a panaszossal, akkor pénzbírsággal sújtható a vállalkozása, amivel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is egyetért. Ugyanakkor a cél nem a büntetés, hanem az, hogy a békéltető testületek segítségével megállapodás szülessen a két fél között. A Győr-Moson-Sopron megyei békéltető testület 15 éve működik, és céljuk, hogy a vitás kérdésekben megoldás szülessen. Bármelyik kedves vásárlónak, fogyasztónak panasza van egy szolgáltatóval vagy egy kereskedővel kapcsolatban, és megpróbáltál intézni az ügyét a vállalkozóval, de nem sikerült, akkor hozzánk fordulhat, és akkor nálunk kezdeményezhet egy eljárásnak a megindítását. Ez azt jelenti, hogy mi akkor meghívjuk természetesen ezt a fogyasztót, és meghívjuk a vállalkozást, leültetjük őket egy közös asztal mellett, ami egy kicsit úgy néz ki, mintha bíróság, de nem bíróság, Isten igazából, de mi ezt meghallgatásnak nevezzük. Az elmúlt esztendőben a megyei békéltető testületnek 450 olyan ügye volt, ami tárgyalás útján határozattal ért véget. Az ügyek száma évről évre 10-15%-kal emelkedik, ami az infrastruktúrában is bővítést igényel. Ahhoz, hogy egy békéltető testület jól tudjon működni, az nyilvánvalóan irodákra van szüksége, tárgyalóra van szüksége, megfelelő informatikai háttérre van szüksége, és hát a finanszírozásnak a megoldását is meg kell tenni, ugyan ezt projektből finanszírozzuk, egy központi költségvetés támogatása van, de mi nekünk elő kell finanszírozni ahhoz, hogy működni tudjanak, mert ezek a pénzek ezek mindig utalagosan folynak be. Úgyhogy kamaránk nagyon fontosnak tartja a békéltető testnek a működését, és ehhez minden feltételt mi igyekszünk biztosítani. A legtöbb panasz a fogyasztók részéről a cipők, a termékbemutatók és az internetes vásárlások miatt érkezik.